Hogyan készül a karácsonyi ünnepekre Plusz Csilla, a Kájami intézmény vezetője, és milyen szabolcsi ételek kerülnek a családi asztalra? A vele készített interjúból kiderül. Plusz Csilla szüleivel és testvérével tölti otthon az ünnepet. Minden nagyobb ünnepet azt én a családommal töltöm, Szabolcs megyőben, a szüleimmel és a testvéremmel. Hát milyen szokások vannak? Ugye most az advent időszakát éljük, ez a várakozásnak az időszaka, és ahogy a gondolatsor is mondja, hogy ilyenkor próbáljuk a lelkünket is tisztába tenni, egy kicsit megnyugodni, egy kicsit lelassulni. Hát ilyenkor otthon is, és itthon is, ugye a környezetnek, a lakásnak a rendbetétele, készülődés a karácsonyra, ez a fő program, illetve én minden hétvégén meglátogatom a családomat, és együtt töltjük a hétvégeket, az adventi hétvégeket. Ez azt jelenti, hogy két fenyőfa is van. Egy itt is föl van díszítve, meg egy otthon is. Ez így van, két fenyőfa is van, és ezzel kapcsolatban el tudom mondani, hogy a fenyőfa díszítés az már évek óta az én feladatom, tehát én szoktam ezt mindig elvégezni, itt Karcagon természetesen, hogy én, de otthon is mindig én szoktam, és a többiek csak rácsodálkoznak, és hál' Istennek nagyon sok dísz van, az évek alatt már összegyűjtött a család, és mindig én döntöm el éppen milyen kedvem van, hogy milyen színűre és milyen dekorációkkal öltöztetem föl a fenyőfát. Ez egy kis kreativitás, és mindig rám van bízva. És akkor most nem tudjuk, hogy milyen színű lesz nem, még. Nem, mert majd az ettől függ, hogy éppen akkor aznap milyen hangulatom lesz, és úgy fogom feldíszíteni a fenyőfát. De egyébként el kell, hogy áruljam, nekem a fenyőfán, ami legjobban tetszik, az mindig a piros és az aranyszín. Tehát nekem ez a karácsonynak a színe. De mi lesz az ünnepi menü? Igen, az egy külön kérdés mindig, hogy mi az ünnepi menü, de általában majdnem mindig ugyanaz az ünnepi menü, ehhez ragaszkodik a család. Természetesen nálunk valamilyen finom leves, ez vagy halászlé, vagy finom tyúkús leves szokott lenni, és a főételek közül nem maradhat el a szabolcsi töltött káposzta, ami ugye édes káposztában van töltve, ilyen paradicsomos lével, illetve nem maradhatnak el a sültek. Ez lehet kacsasült, ez lehet pulykasült, ez lehet disznó, de mindenképpen a sült nem maradhat el, és az ahhoz illő köret, illetve a saláták. És az édességek pedig hát a beigli. A mákos beigli, a diós beigli, és az én anyukám még almásat is szokott készíteni, és ezt ugye előtte két nappal már közösen együtt sütjük, azért, hogy elkészüljön, mert nem csak egyet-kettőt, hanem többet készítünk, hogy több napra elég legyen, és emellé ugyebár még a kis apró sütemények, a sajtos tallér, mert az is nagy kedvence a családnak, akkor a hókifli, tehát ezek mindenképpen az ünnepi asztalra, illetve az ünnepi időszak asztalára kerülnek. A fa alatt családja személyre szabott ajándékot talál most is. Így lesz ez az ő esetében is. Mindig elgondolkodom már, én már októberben elkezdem a karácsonyra való készülődést, már akkor elkezdem fontolgatni, hogy vajon kit mivel tudnék igazán meglepni, aminek úgy igazán örülne. Ilyenkor a beszélgetések alkalmával én mindig figyelek. Mert az ember az akarva akaratlanul ilyenkor elszólja magát. Ilyenkor előjön, hogy mire vágyik, mit szeretne, mi lenne, ha milyen jó lenne, ha valamit megkapna, és én ilyenkor nagyon figyelmes szoktam lenni, és abból táplálkozom ilyenkor ünnepek előtt az ajándékvásárlással kapcsolatban. De ugyanilyenek az ön rokonai is, tehát ők is figyelnek, hogy ön mit szeretne? Igen, ők is ilyenek, és én is, megmondom őszintén, boldog vagyok, mikor a fa alatt megtalálom azt, amire tényleg úgy vágytam is, és annak nagyon, nagyon tudok örülni. Az az igazság, hogy az idén most olyan nagy vágyam nincsen, amit egy tárgyban meg lehetne jeleníteni. Most ez az első év az, amikor az a legnagyobb vágyam, hogy egy kis nyugalom legyen körülöttem, és hát hogy lehet, hát kimondom őszintén, ne kelljen sokat gondolkodni, hanem csak élvezni lehessen az ünnepnek a hangulatát, és együtt lehessek a családommal.
Hát akkor mi kívánjuk, hogy ez a kívánsága is teljesüljön, és boldog ünnepet a szerettei körében. Én nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek, aki esetleg ezt a riportot nézi, békés áldott karácsonyi ünnepeket kívánok. Elsősorban egészséget, hiszen most nagyon nehéz időket élünk, és kívánom, hogy mindenki őrizze meg az egészségét, és aki beteg lett, az pedig hamar gyógyuljon meg. Köszönöm szépen!